Sziasztok, én Szikráder vagyok, és ebben a videóban összeszedtem nektek néhány tippet, hogy hogyan is motoroz sötétben vagy éjszaka. Első és legfontosabb tippem itt is az, mint a másik tippes videómnál, tehát hogyha nem muszáj, akkor ne indulj el éjszaka motorral, mert jóval több a veszély, nagyobb a baleset veszély éjszaka. De ha netalántan életbe vágó utat van, vagy véletlenül menet közben sötétedik rád az ég, akkor nem árt, ha megfogadod a következő szabályokat. Első, ne hagyd gyorsan. Itt is érvényes a lassan járt tovább érsz mondás, mivel éjszaka sokkal később lehet észrevenni az úthibákat, kátyukat, netalántán kiugró állatokat. Ha lassabban mész, még talán időben észreveheted az úthibát, még talán időben megpillanthatod az őzike szemét az út szélén, és még talán időben meg tudsz állni, vagy ki tudod kerülni. Második. Ne döntsd a motort annyira, amennyire szoktad. Itt is ugyanaz az érv, mint az előzőnél, tehát sokkal később lehet észrevenni az úttesten levő kátyúkat vagy egyéb dolgokat éjszaka. És ha nem döntöd be csutkára a motort, akkor talán még le is tudod reagálni a helyzetet és be tudod venni a kanyart. És ugye mivel nem döntöd annyira a motort és nem hajtasz gyorsan, ezért könnyen ki tudod kerülni a szituációt. Harmadik. Használd a rövid és hosszú fényt rendesen. Ez alatt azt értem, hogy használd a távolsági fényszórót, de ne felejtsd úgy. Eléggé elvakítanak a szembe jövő autók fénye, főleg ha felkapcsolják a hosszú fényt, mert ugye te úgy felejted a tiédet. Alaphelyzetben is majdnem minden ötödik autós úgy felejti a távolsági fényszórót, ilyenkor szoktam villantani nekik, legtöbbször észreveszik és lekapcsolják. Néha meg jönnek, mint a birkák, olyankor én is felkapcsolom minden létező fényt a motoron, és hadd szóljon, szenvedjenek ők is. Olyankor pár másodpercig imádkozol, hogy az úttesten maradj, mivel el vagy vakulva. Ez a szabály nem érvényes a kamionosokra. A kamionosokkal ne szórakozz, ne villogj rájuk, mert ha ők rád villognak, vagy felkapcsolják a fényeket, akkor garantálom, lebarnulsz a motoron, míg elmész mellettük. Arról ne is beszéljünk, hogy utána olyan vagy, mint egy vakond a napfényben. Negyedik tipp. Figyelj és koncentrálj. Az éjszakai motorozás sokkal több koncentrációt igényel, mint a nappali. Figyelj minden kis jelre, minden kis megcsillanó fényre, netalántán szempára, mert hidd el, nem szeretnéd, hogy egy bambit az ölödbe vegyél. Ha egy autót képes összeroncsolni, akkor egy motorossal mi lesz? Nem sok jó sülhet ki a szituációból, ezért érdemes nem csak az utat figyelni, hanem az út környékét is, így elkerülhető a baj. 5. Aki siet, hagyd menni. Ha valaki mögötted nagyon nyomul, akkor ne húzz az agyát. Én ilyenkor el szoktam engedni, amúgy is az ő fénye elvakít a tükörben, ezért elég zavaró, ha valaki közel jön mögötted. 6. tipp. Ha nem muszáj, ne előzz. Csak akkor előzz, ha nagyon ismered az útvonalat, az előtted levő gyökkentővel megy, vagy kellően kivilágított az úttest. Ellenkező esetben nem ajánlanám az előzést, mert éjszaka nehezebb belőni a távolságot, másképp érzékeli az ember a dolgokat, és elég kellemetlen lenne, ha az egyenes vége előtt nem sikerülne visszaállni a saját sávodra. 7. tipp. Öltözz fel. Ha tudod, hogy rásötétedik, vagy direkt éjszaka indulsz útnak, akkor ajánlod felöltözni. Mivel éjszaka eléggé leszakott csökkenni a hőmérséklet, és tapasztalatból mondom, nem kellemes éjszaka a motoron fagyoskodni. 8. tipp. Csekkold le a fényeket. Indulás előtt nem árt, ha lecsekkolod a fényeket, mert hát elég kellemetlen, ha akkor veszed észre, hogy nem ég a rövid fény, mikor kezd rácsütétedni, és már távol vagy az otthonodtól, az üzletek megzárva. Lényegében ezeket a tippeket szedtem össze nektek, ha valami van, amivel kiegészítenéd, azt kommentben jelezd kérlek. Ezeket a szabályokat betartva garantáltan biztonságosabban tudsz motorozni éjszaka is. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, ha még nem vagy feliratkozva, iratkozz fel, kövess Instán, mert nagyon fontos a visszajelzés számomra. Köszi, hogy végignézted a videót, én Szikráder voltam, sziasztok! I can see the light.